A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám támogatója és házigazdája Kovács Kata ceremónia mester. A műsorszám támogatója a Korona ZRT Duett ruházati bolt. Üdvözlöm Önöket, ez itt a Mennyasszony barátnője. Előző adásunkban a mennyasszonyoknak kedveztünk, most pedig a vőlegények kerülnek a fókuszba, ugyanis a korszerű öltönyszetteket mutatjuk be ebben az adásunkban. Tartsanak velem! Maguk a vőlegények is sokszor úgy gondolják, hogy csak a mennyasszonya fontos ezen a nagy napon. A vőlegény ugyanolyan fontos. Legyen hangsúlyos, legyenek összhangban. Elegancia, sárm, magabiztosság, ez a három fontos összetevő biztosan segít ebben. Kovács Kata ceremóniamester arra világít rá, hogy a vőlegények számára is meghatározó élmény az esküvő napja. Éppen ezért az öltözetük stílusa sem mindegy. A korszerű viselet és a praktikák kerülnek most a középpontba, így aztán válfát ragadunk, és segítünk összeállítani a vőlegények igényes esküvői gardróbját. Először még mi magunk is elvesztünk a székesfehérvári Duett ruházatban. A Tibolt szeme gyönyörködtető kínálatában. Egy biztos, ez a szín még mindig tarol. A vőlegények szívesen választják a nagy napra a sötét kék színt. Azaz, ha a kényelmi és esztétikai szempontokat nézzük, ma előtérben van a letisztult elegancia, azonban az is fontos szempont a megfelelő öltöny kiválasztásánál, hogy a személyiségükhöz legközelebb álló stílust választák a vőlegények, amiben aztán igazán jól érezhetik magukat. A saját stílusa az jelenjen meg, hogyha kicsit lazább, akkor az öltönyben is lehet egy olyan stílust keresni, vagy hogyha az esküvő színvilágához igazodnak, vagy a kedvenc színhez, tehát hogy találja meg mindenki, minden vőlegény, minden férfi önmagát az esküvőben, és ne csak a mennyasszonyt emeljük ki, mert ugyanolyan fontos a vőlegény is, és nekem a tapasztalatom az, hogy ugye általában ugye nyáron vannak nagy melegben az esküvők, és az ing. Tehát, hogy legyen cserepóting, lehet nem is egy, hanem akár kettőre is szükség lesz az este vagy a nap folyamán, úgyhogy ne csak egyet vásároljanak be, hanem legyen több tartalékban, hisz azt utána úgy is fel tudják használni, és a nagy napon meg sokszor jól jön. Ám többször előfordul, hogy az apró dolgokra kevés figyelem jut a nagy napon, pedig mindenki bakik nélkül szeretne visszaemlékezni erre a fontos eseményre. Például olló az mindig jó, hogyha a nagy napon a közelben van, hisz akkor bármi történhet, így például ugye az öltönyöknél a slic részét is ollóval könnyű levágni, még a templomba lépés előtt is, ha észrevesszük, hogy az elmaradt, ilyenre is sokszor van példa, de a varrókészlet se legyen, ne maradjon otthon, az autóba legfeljebb legyen, hisz bármikor bármi történhet, bárkinek a ruhájával. Éppen ezért mi most megmutatjuk, mik azok, amik sokszor a háttérbe szorulnak a férfiak szettjét illetően, pedig érdemes lenne ezekre figyelni, hiszen a templomkapuban kellemetlen lenne ollót ragadni, vagy épp kitűzővel babrálni. Nézzétek csak! A tapasztalatom szerint a legtöbben nem tudják, hogy az esküvőkön a virágkitűzőt, az pontosan hova is kell tenni a férfiak öltönyén. Sokan ide a zsebrészre teszik, de ez nem jó. Ugyanis a hajtókára kell tenni. Így, itt megigazítani. Ugye a zseb az a zsebkendő helye, díszzsebkendő helye, a hajtóka viszont a virágkitűző helye, ez nagyon fontos. Tehát, hogyha
Ugye a hagyományok szerint az örömszülő, az örömanya tűzi a vőlegényre, de természetesen ezt bárki megteheti, mennyasszony, vagy valamikor én a ceremóniamester teszi meg. Fontos a gombolás ugye a férfiak öltönyénél, nem mindegy, hogy melyiket gomboljuk be, a legfelsőt mindig begomboljuk, viszont a legalsót azt sosem. Igaz ez a zakóra, és a mellényre is. Tehát a legalsó az ne legyen begombolva, így ahogy a Mátén is látjuk. És fontos, hogy amikor mondjuk a szertartásnál leülnek a vőlegények, vagy vacsorázni leül a főasztalhoz, akkor gomboljuk ki az öltönynek a legfelső gombját, és úgy kényelmes, és úgy mutat szépen. Ami még a tapasztalatom szerint szokott lenni, hogy a márkajelzést azt nem vágják le a zakónak az ujjáról, ezt nyugodtan el lehet távolítani az esküvő előtt, ne aznap bajlódjunk vele, hisz akkor még véletlenül valami baj történik a ruhával, tehát az legyen eltávolítva, illetve itt hátul a slitz részénél ugye úgy veszik meg az öltönyt, hogy itt ez össze van tűzve a slitze, de itt ezt vágjuk el. Illetve az okni. Itt Máté, mutasd meg, tehát elrugaszkodhatunk, rugaszkodjunk el a fekete színű zoknitól, nem illik mindenhez, a hiedelmekkel ellentétben, úgyhogy a cipőhöz és az öltöny színének megfelelően válasszuk ki az oknit is. Ez az összhang ugyanis kiváló esztétikai képet alkot, és kéne érezni még jobban magát, ha a korszerű kinézet mellett a bakikat is el tudná kerülni. Az öltözet stílusát meghatározza a vőlegény alkata, egyénisége és az esküvő helyszíne is. Kastélyban, tóparton vagy éppen tengerparton egy biztos, az ifjú pár egyénisége, egyedi elképzelése az első és legfontosabb a nagy napon. A klasszikus stílus világától, ami lehet akár egy smoking, a leisure vintage stílusig, ma már különösen széles a kínálat. A színeket tekintve pedig a sötétkék mellett tarol a bézs, pasztelzöld és a világos szürke is a kollekciókban, melyekben a vőlegény eleganciáját emelhetjük egy mellényszettel, plasztron vagy csokornyakkendő és dísz zsebkendő kiegészítésével. Az öltönyöket modern fit, slim fit, extra slim fazonokban is megtalálhatják a vőlegények, a megfelelően kiválasztott manzsetta gomb pedig egyenesen tökéletes eleganciát ad megjelenésükhöz, melynek alapja a jó méret kiválasztása. Természetesen az esetleges méretre igazítás sem okoz problémát, ha a lovagok akadályba ütköznének, az üzletben profi szakember segít ennek az elhárításában térítésmentesen. Örömapák részére is modern, szabású, szlingvonalú, korszerű megjelenést nyújtó öltönyöket kínálnak normál és zömök méretállásban. Ha pedig a kiszemelt öltöny nincsen készleten, igény esetén megrendelhető, tehát nincs akadálya annak, hogy a nagy napon a férfiak is komfortosan érezhessék magukat, hiszen ők is ugyanolyan fontos résztvevői a nagy napnak, mint a különlegesebbnél különlegesebb, hercegnő stílusban pompázó hölgykoszorúk. Kedves nézőink, legközelebb is érdemes lesz velünk tartaniuk, akkor ugyanis egy kiváló hangulatú étterembe és rendezvényterembe kalauzolom el önöket. Tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra! A műsorszámot támogatta a Korona ZRT Duett ruházati bolt. A műsorszám támogatója és házigazdája Kovács Kata ceremóniamester. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.